alatt, de egy csomó ideig csak ilyen állásokra. Nem is olyan vészes te a kert. Nem, hát meg jó szerintem jó vész. Egész ügyes a fa. Dinnyicskék is. Mennyit vigyek olyan anyunak? Hármat viszek? Emesének nem viszek? Nem tudom, hogy van ennek. Inkább adok majd, ha nincsen, de ha van, akkor mi lesz? Ez valami letörte a hagymákat. Mi? Valami mászkált itt. Ennyire? Hát de miért van az, hogy ez le van így? De ez el van törve, ez látszik, hogy el van törve. Tündi, ez itt el van törve. Itt. Nincs el törve, ez már öregszik. Kezd nőni a feje. Ilyenkor lehajlik. Na, a paprika milyen jól néz ki. Aha. Szép gogosok. Igen. Nem ilyen ügyesek. Igen. Még sosem volt ilyen szép gogosok. Paradicsom is valami itt történik itt. És még csak július van, úgyhogy a szeptemberig csak beérik. Azt nézem, hogy a krumplit nem rágták le a bogarak. Nem, anyuka bepermetezte. Bepermetezte? Igen, igen. Mondtam is neki, hogy ha tudja, akkor csinálja meg, hogy nagyon tele volt. Hát sárga dinnye, kezd virágozni. Aha. Legyen meleg. Egy csípős paprika is van, igen. Hát egy-kettő lesz. Igen. Padlizsán virágzik. Igen, nem tudom meddig ment, és utána megint kikapcsol. Na mindegy, van paradicsom, paprika, krumpli. Még kicsikét a tökök szerencsére. Na de ezek a... is virágzik. Ez mi? Ez bab vagy bors, ez mi?
Puszúj kapta. Van, aha. Bokorban. Na jó. Hát a murok, amit újra vetettem, az nem kelt ki. Úgyhogy maradunk azzal a murokkal, ami ott van. Aha. Ó, van, jó. Ez a pirok. Ez már ehető így? Hát fekete, azt hiszem, hogy minél sötétebb annál. De savanyká, itt van, van fekete is. Uh-huh. Maga ribizni. Fehér ribizni. Tényleg. Várját is le kell szedni. Na majdnem már elment. Dája hozza a szokásos formáját. Mi van, ma csütörtök. Éppen dolgoztam, elvették a villanyt. Persze a szünetmentes tápot elfelejtettük bekapcsolni, úgyhogy hurrá. Na persze, villany nincs. Tündik én van a kertbe. Mondta, hogy vigyek neki valamit tálat. Mert valamit le akar szedni. A spenót kiszáradt. Ő locsolt valamit. Egy remek. Nem tudom, semmi vihar, semmi ilyesmi. A villany mégis csak úgy gondolnak egyet. Este 8-kor így hétköznap kikapcsolják. Na mindegy, a kertünk ilyen. Mit akarsz szedni, uborkát? Uborkát kell szedni. Ebbe. Hát na tessék. Na húzzad ki a óriás retkeket, már párat kihúzzad. Hol van? Ott van. Szélén szednek. Húzzam ki az óriás retkeket. Hát ha ki tudod húzni. Ezt egyet megkezdtem, ez nem jön ki. Hol van ez? Na, próbáljuk. Lehet, hogy beletörik a fogunk. Kijött? Kijött. Ekkora. Hát az jó nagy. Hát jó nagy. Jaj, ide tetted. Nagyon sok van. Ez egy még indultam. Itt is van még. Hol van? Melyik van? Mikor ennek kell egy másik tál, mert... Az beletörött. Áó, de ez ilyen szúrós az a retek. A szára. Itt van, ami zöld még. Nem mind ilyen nagy. Ú, itt van. Van egyet, amelyik ilyen nagy magot. Azt megfagyhat a szárkány kivirágzik. Bár inkább azt látom, hogy elszárad. Olyan. Károsságban.
tablettekkel mit lehet csinálni? Hát megenni. Jó, de ennyit nem tudsz megenni. Ki gondolta, hogy mintik el az egészet? Én elvetettem azt, hogy mintik el. Meg nem is izékkel tál, hanem inkább hozok egy ládát. Azt mondom, hogy ládában. Ez olyan óriás, hogy csak széles. Olyakkor, mint a fejem. A fejem egy retek. Retek egy fejem. Csak kérde. Kérdés, hogy mennyire lesz finom. Hát igen. Ez tényleg kérdés. Á, valami. Talpomat is szűrjük. Ezeket a piciket is kihúzza? Nem, azokat hagyja, hagyjad a többit. Azt ne hagyjad, azt most már húz ki. Többit most már hagyhatod. Nem visszaadják a villanynak. Töltöm az aksikat, meg holnap megsövöl. Évek óta nem csináltunk sárga barackot, mármint lekvárt. Nem is amikor csináltunk utoljára, még nem tudom, egyszer csináltunk talán, 4 éve, 5 éve már. Van már annyi. Mondjuk az legalább 2 évig ki is tartott, bár nem volt olyan sok. Tavaly is, tavaly előtt is sem láttam a pénzt barackra, mert drága volt a piacon. Idén meg még drágább, mert 7 le 50 bani az több mint 500 forint kilója. Ó, Magyarországon lehetett volna 300-ért venni, csak hát mire Magyarországról ideérünk vele, akkor utána rögtön neki kell állni megcsinálni, mert sokáig nem áll el. És most idén úgy voltunk rá, hogy akármennyi is lesz, veszünk, mert már sárga, vagy sárga barackákkal már hiányunk van. Sok mindenre jó a sárga barack legközelebb. Úgyhogy vettünk 2 ládával tegnap egy román nénitől, aki mindig szép árut szoktunk kapni. És most is igazából 10 kilós ládában, ha volt 3 szem vagy 4 szem rohadt, akkor szerintem sokat mondok. Szép zöldségei szoktak. A zöldségei is szépek, igen, meg ez a barack is szép volt, mondom, mert alig találtam benne rosszat, ugye egyesével átmostam az összeset. Édes is, jó édes az íze. Nem tudom, hány üveg fog ebből a 20 kilóval kijönni, de tehát maggal együtt 20 kiló nyilván most kimagozom a... Ez legalább... Ez legalább
egy kiló lesz a nap. Na mindegy, a végén kiderül, hogy hány üveggel tudunk eltenni. Kis üvegekbe rakjunk, vagy mi? Hogy legyen? Igen, keresztül. Kis üvegekbe is, lehetünk nagy üvegbe is. Hát majd meglátjuk, meg a család. Általában megnyitjuk, én magába is szeretem a maracot eltenni, de lehet kenyérre, süteménybe, sőt, volt, hogy rizst köztem, sok jutott hozzá, sok rizst. Na, ilyen. Ilyen. És ilyen. Most már jól alakul, már ilyen leveses. Igen. És már nem is olyan édes. Jó, még vannak ilyen barac darabok benne, de azt szeretjük. Ja, úgy néz ki, hogy meg elkészült a nagy mű. Akkor én rakhatom bele. Jó, ilyen sok kis üvegből sok lenne. Azért mondom, hogy a nagy üvegek is fognak kelleni simán. Uh-huh. De nem baj. Hogy jött legyen? Hát nincs is, ami legyen. Nincs víz, egyáltalán nincs víz. Nincs is, ami legyen. Na, így visszük a létrát. Jó, de mi találkoztunk már a kombánynak. Na igen. Akkor mehetnénk vissza. Picit kilóg az autóban. Mész el? Nem, nem. Hogy? Nem, csak megtámolt, nem tudom megereszteni az izét. Egy motó, áradj. Doktor kihozta a reggel izé. És az első kerékbe defek van. Ja. Ki kellett hozzuk a doktort, ahogy hiány a bornyugé. Hoztunk létrát, ilyen jó hosszú. Hallod-e? Alul kellett volna meg a hajtó. Ma ott van a izé, hogy hiány. Menjek le? Igen. Azért már a rajtodat kivevődött, már lehetne reakadni. Hát úgyis így jól bele kell jönni. Alul a kis kapuzat. Helyesen ott van egy. Hát ő lehetne gyakorlatilag. De nem, meg kies. Nagy meccszedési akció. Ez az út létre, ez megy az égbe. Jöjjön fel, de itt tartom egyenes, hogy így ettől fel. Ja.
Tegnap baraclekvár, befőzés, ma megyszedés. Lehet. Van azért jócskán, de tegye fölmenni. Ezt minek neki, raktad neki te? Nem én raktam neki, a Feri rakta, hogy itt ennek a vastagágnak. Mondjad, hogy hova tegyem át. De nincsen neki rakva a vastagágnak, le fog törni. Jó. Ja, az az ághúzó. Ha nyújts föl neki. Kell, Tündi? Most egyszer ezt leszedem. Vagy csak akaszd oda be, vagy vala. Add ide nekem is. Vagy akaszd a létrára. Na, egy veder megy azért összejött. Jön anyu, melegöd van, gyere igyáni! Nem megyek oda! Nem megyek oda! Azt mondta. Hol vannak a bocik? Gyere Tündi! Gyere nezzel ikrőt, Ádám Éva! Abba is defektem oda. Mikor el van állva. Menjük a kulcsom. Kikapos vele. A vét, a hal. Van kicsi röcsöny. Jó kusok. Jó, miért nem ezt fejt? Nem ilyen tarka maradsz. Látod? És hol a boci? Itt van, menj. Jaj! Ebben egy forma. Tűj! Töble! Töble! Sziasztok! Pici bocikák! Mi a helyzet, bocikák? Kicsit még kicsikék. Hát, picikék. Ő az anyuka? Persze. De kicsit lejárt. Hát, szép bocikáid vannak. Igen. Jó. Aha. De mennyi van maga? Ha mind meg maradna, látsz a forma. Ja, alma. Nagyon ki van repedezve a föld, hihetetlen. Ilyen szár. Hát nem hihetetlen, igaz, itt is. Két hónapja nem volt eső, vagy mit mond Feri? Na majdnem. Van egy piros paradicsom, leszedett? Látom. Hát ma még azért kettő az egyébként, nem egy. Ahhoz képest elég szép. A paradicsom, hogy szereti a meleget. Há igen, meg a vizet is. Hát a vizet, az inkább a meleget. Mondjuk sok az eső, akkor... Nem annyira jó a paradicsom. Paprikának egy... már pirosodik az alja az egyiknek. Na végül. Itten... Ennek pirosodik az alja. Bár nem. Feketedik? Hát ott megvan egy picit rohadva. Na hát ennyi megylet. Most ezt egyesével meg kell válogatni.
Ennyi uborka lett megint? Aha. Nem baj. Abuika szereti nálunk. Ez a múltkori, ez holnap van, de holnap után el kell rakni akkor. Nem? Egy tüvösbe volt, úgyhogy nem ponyott még meg. Nincs bajom. A medgyet hogy csináljuk? Nem úgy, hogy főzöl valami levet, belerakjuk üvegbe? Mindjárt megnézem a receptet, nem úgy is úgy csinálom. Jó. Medgyet enni szeretem, de egy pepecselni vele azt nem annyira. Jó, hogy nem vettem 10 kilót. Ez mennyi lehetett 5 kiló? Hát 10 kilós a vödő. 10 kilós? Vagy hány kilós? 10 literes. 10 literes, akkor legyen. 8-7-8 kiló biztos van. Hát körülbelül a fele. Itt van. Na de hát ez már késői szedés. Jó, hogy még ennyi volt. Ami épp. Na, ott van a szép, azt mutassa. Ah, itt van. Szerintem több, mint a fele jó. Szerintem is. Hála az égnek. A fennvalónak. Kíváncsi leszek, akkor lemérjük, akkor mennyi lesz. Lehet, hogy lesz 6 üveg is ebből. Nem kizárt. Nem baj az. Legyen. Kukacot láttam, azt vettem ki. Jó. Bár az fehérje, az nem akart belemenni. Na, de ez a tiszta, ki van számolva, nagyjából az ember tudja mihez. Ja, tartani magát, ez így korrekt. Jó is, hogy így öntsük, mert legalább látom, hogyha van egy-egy hibás. De az 5 üveg kevés lesz. Várjunk meg egy kicsit. Én csak nagyjából mondtam, hogy 5 üveg biztos, hogy lesz. Én ezt mondtam. Úgyhogy kevés lesz a lé. Mindegy, ebbe ennyi lesz. Azt csak berakjuk a hűtőbe. Jó. Jó. Egy szép kandallónk, egy ilyen. Jól kitalálta az Imre. Nincs vele baj, csak láttam én is, hogy ideje nincs. Túl sok mindent elvállal ő is. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ebben nem kell ilyen lenyomató? Amit a nyúd vett? Nem. Hogy nem ártanak. És mit kell még a tetejére tenni? Szalicilt, vagy mit mondta? Na, vagy nátriumbenzoát. Vasárnap esti vízgyűjtő akció a városból.
tegnap előtt, azt mondja, ez 40, 120 liter vizet hoztunk, hát van még 80 liter a városból. Hát látszik, hogy ilyen repedezett a föld. Július 20, nem tudom hányadika van. Egész júliusban nem volt eső, sőt júniusban is, talán az elején. Ha még emlékszem rá. Mondjuk hagymánk az így lefeküdt. Paprika szépen érik, bár neki is kell víz. Úgyhogy most kap vizet, a paradicsom is valamennyire éreget. Tündi azt mondta, hogy van dinnyénk. Dinnyénk, kicsike dinnyénk. Cukkini tök, az nem bír nem nőni. Jaj, tényleg itt van a picurka dinnye. Hát vajon ebből lesz-e valami. És itt is van még. Itt is egy picurka dinnye. Na, ez már elég nagy. Öklömnyi nagyságú. Krumpli is kíváncsi vagyok meg, hogy mekkora lesz és mennyi. Na mindegy. Hozom a vizet. Az melyik? Az mi? Uborka. Ja, uborka. Na jó, hozok ládát akkor. Széklából lesz valami, szerinted? Ebből a három darabból? Hát ja. Ezek élnek. Hát összesen három darabból.
Jön a csorda. Milyen szép az ellen. Igen. Igen. Ez jó víz, mert ez forrásvíz igazából. Ez nem ilyen kezelt víz. Virágocska, igen. De paradicsom milyen jó. Na, ott már érik, aztán nem eszem. És még virágzik itt a tetején. Szép a paradicsom. Nagyon szép, igen. Paprika is csak kezd befonnyadni, lehet, hogy zöldön le kéne szedni a paprikát. Még várjunk vele egy-két napot szerintem. Itt van már egy... Fonyadnak meg így a... Ugye amelyik elkezd pirosodni, fonyod meg. Igen, itt van egy piros. Látod mi a piros? Aha, és már puha. Azért mondom, hogy le kéne szednie itt. Úgy túl meleg van. Szerintem. Még egy adaggal végigjövünk. Hát nyugodtan, azt a vizet azt fogyasszuk el, mert akkor tudunk helyette hozni másikat. Inkább megmosolom a múlpokot. Igaz a dinyét kiklen, ahogy látom. Nem lépek rá egyikre, se ne aggódj. Nem lépek rá, ne aggódj. Na, gyere. Gyere te. Gyere. Tény! Gyere fürdbe! Gyere! Viszom szép kutat! Nem üti ezt. Na nézzük. Mennyi uborka lesz itt még. Tündi azt mondta, keressek uborkát. Most egy szemet találtam. Nem tudom. Itt van-e még valahol, ez nagyon picurka. Valami van. Egy.
Uh-huh. Itt bujkál még néhány. És jó nagy. Na, pont te hiányoztál. Menjél vissza! Menjél haza! 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 Jó van, jó van! Gyere haza! Menjél haza! Csók! Csókolom. Nem hallottam. Csók! Szia! Estére kicsit éjjelre és egy kicsit lenyúl a levegő. Hát igen, az jó. Reggel már meleged is. Azokon mi lesz ott? Azokat nem rakod? Azok ilyen óriás uborkák. Óriás uborkák? Igen. És azzal mit csinálunk? Nem tudom. Odaadjuk a malacoknak? Milyen malacok? Hát valakinek a malacoknak. Feriéknek vagy valami. De ezek is már nagyok, nem bolondok. Mai program ugyanaz. Székely udvarhelyről. Visszük a vizet tájába. Tudjunk locsolni. Ez is forrás végül, tökéletes. Bő fél évig meg voltak láncolva hátul a kutyák, most mindig kitalált, hogy elengedjük őket. Szerencsére így szabadon lesznek a kertbe. Igen, kifli is. Kifli kutya is, maci kutya is. Persze mindent összeszarnak majd, meg mindent kikaparásznak, meg megrákcsálnak. Tündi! Hátra kéne kötni a kutyákat, mert... Jó, persze. Már kifli elrágta ezt a izét, nem is egyet. Na jó van. A köteleknek már annyi, azt már elrágták. Ami tartja azt a sátrat, azt a pavilont.
Na jó. Basszus. Sírjál, el foglak engedni. Jó. Na. Az a helyzet, hogy be kell hordolnom a téglát. Tegnap elmentünk megvenni. 180 valahány darab. 182, azt hiszem. És ma már ki is hozta a sazi. Ebből lesz a lenti konyhában, a kályha helyén a másik kályha, ami vízköpenyes lesz, tehát nem csak bent fog meleget csinálni lent a konyhában, meg főzni lehet majd rajta, hanem lesz benne egy vízköpeny, és az a fönti szobát, itt a konyha, ott a szoba, kintre a előszobába teszünk fűtőtestet, meg a hátsó szobába, meg a fürdőszobába is bevezetjük a melegvizet. A boiler azt ilyen kétértű, ami azt jelenti, hogy bele lehet vinni a boilerbe, és akkor boilert is melegíti, csak azt nem tudom, hova a fenébe rakjam. Valahova oda kéne pakolnom. Igen. Az lesz. Itt kötésbe kell, tudod? Most itt keresztbe. Tudom, hát az már ott el volt erre. Hát mindegy, mert lehet, hogy kell fél tégla is. Meg úgyis többet rendeltem. Vagy vettünk. Na. Bent van a tégla. Ide is rakhatsz mellé. Túloldalra van, hogyha akarod. Én nem tudom, mi hogy ezt ki tudjam nyitni, hogy hát ezt ki lehet nyitni. Nem. Azért raktam félre. Egész júliusban, vagy júniusban nem esett az eső, és most végre úgy néz ki, hogy valamicske itt cseperészik, de hát szép csendesen esik. Nem, két napig így esne. Hát én azzal is megerégednék, ha reggelig így esne, de ha nyilván, nem, hát, hogyha ilyen módon esik, akkor essen. Na mi van, fiúk, lányok, elbújtatok? Kifli? Itt vagy? Te is örülsz az esőnek? Maci? Hol a Maci? Itt a Maci, jó van. Terög az ég, nem féltek? Oda bújnak egymást, tudjuk? Ez a vélemény? Nem. De a madárkák röpködnek fönt a levegőbe, úgyhogy olyan nagy eső, hogy majd leszállnak, hogyha nagyobb lesz az eső. Már az eddig most itt. Két csendben segök, hogy jön. Igen, csak essen jó sokáig. Hm? Essen jó sokáig. Igen, így ha esnek sokáig. Na, hogy elspuriztak?
lépcső alatt majd kialakítunk nekik valami helyet, mit szólsz hozzá, amikor épül. Na, eső után megnézzük, mi történt. Kifli, hogy tetszett az eső? Maci, hogy tetszett az eső? Nem tetszett nekik? Vagy tetszett nekik? A mennydörgéstől félnek azoktól, attól elbújdosnak. Na, Barni ide állt. Nem baj. Hát a fű egy picit nedves lett. Ebbe egy ennyi gyűlt, tehát ez nem sok. Az tényleg csak annyit ért, hogy megnedvesítette a talaj tetejét. Vagy a fene tudja, hogy itt mi a helyzet, egy locsolással fölért legalább. Ez az eső. Vajon? Hát nyilván a repedések nem tűntek el. Mint valamicskét talán. Cukkini megint, mint a gomba úgy nő. Mindegy, akkor az a víz, az holnap nem tudunk locsolni, mert esküvőzünk. Hát éjjel még eshetne egyet legalább. Na, két hónapja nem volt eső. Itt egyszer, ilyen nyaram vagy még nem volt, hogy egyszer kelljen kaszálni. Mindjárt augusztus van, és ugye májusban vagy júniusban kaszáltam. Nem is tudom mikor, és utána elmentünk 3 hétre. Azt hittem, hogy mire hazajövünk, itt akkora gaz lesz, mint a fene. Nem lehet kilátni belőle, de mivel nem volt eső, ezért ennyi körülbelül. Előző nyarakon mindig 2-3-szor, de inkább 3-4-szer kellett kaszálnom. Úgyhogy szőlő az érik. Szólok Barninak, hogy álljon odébb, mert jön az autó. Mármint nem jön, hanem Imre hozza, megjavított rajta egy csomó mindent. Ami nagyon időszerű volt, legalábbis remélem, hogy rendben lesz. Már értem, mi bajuk a kutyusoknak. Miért dugatnak annyira? Na! Menjél haza! Menjél haza! Menjél haza! Hogy? Majd! Igen, lát. Igen, vissza. De kinek a ez a te tartályod, nem? Igen. Ha neked nem jó ez? Hát, amit kell, Barni. Barni.